Emlékeznek még arra, amikor 3 évvel ezelőtt sok ezer embertől kértem felhatalmazást alkotmányozó nemzetgyűlés összehívásának megszervezésére? Megmutatom. 16-án kértem az önök felhatalmazását, ugyanúgy fogom most kérni. Népi felhatalmazás alkotmányozó nemzetgyűlés összehívására. Amennyiben önök ezt aláírásukkal hitelesítik és felhatalmaznak, én a legjobb tudásom szerint az elkövetkezendő időt arra szentelem, hogy megszervezzem az országot, és mindaddig nem nyugszunk, amíg több millió ember össze nem gyűjtünk, és a több millió ember egyöntetűen ki nem mondja azt, hogy Magyarország mától bevezeti, hatájába visszahelyezi a történelmi alkotmányunkat, és nem tűri tovább a nemzet kifosztását. Erre kérem az önök felhatalmazását. Majd alig 2 hónap múlva petíciót nyújtottunk be a házelnökhöz, Kövér Lászlóhoz, kérve a megfogalmazott követelések végrehajtását. Sokan voltunk. Nagyon sokan. Telitorokból kiabáltuk, hogy meghallják. Hát nem hallották meg. Azóta eltelt 3 év. Sok víz folyt le a Dunán, sok ember hagyta el az országot és ezt az árnyékvilágot. Mert akkor nem akarták elhinni, amit ott hallottak. Pedig higgyék el, nem lesz más megoldása ennek a nemzetnek, vagy visszatér gyökereihez, mely úgy, ahogy megvédte az évszázadok viszontagságaiban, vagy elsied a megalkuvó, kifosztó és nemzetvesztő politika mocsarában. És mit ad a magyarok istene 2016-ban? Ebből a politikai mocsárból feltámadván, mint a görög mitológia alakja Kerberosz, az alvilág 3 fejű kutyája, nem más, mint maga, Bokros Lajos tüntetett a diktatúra ellen. Bezzeg a banki diktatúra és kifosztás ellen, nem tüntetett. És mit ígért Bokros úr a tüntetőknek? Nem fogják elhinni. Alkotmányozó nemzetgyűlést. Persze, ha elég sokan lesznek, akik rájuk szavaznak. Lesz majd alkotmányozó nemzetgyűlés, alkotmányozó nemzetgyűlés, alkotmányozó nemzetgyűlés. Lesz majd szabad választás, lesz majd normális parlament, de ez arra van szükség, hogy azon a 106 darab szabadságponton, amit úgy hívnak, hogy egyéni választókerület, egy darabbal több szavazatot kapjon a mi jelöltünk, az ország jelöltje, a társadalom jelöltje, a szabad magyar nemzet, a demokrácia jelöltje, mint a diktatúrái. 3 évvel ezelőtt igencsak kaptam hideget, meleget, hogy mit akarok én a 21. században alkotmányozó nemzetgyűléssel? Miért politizálok? Miért nem csak a devizahitelek megoldására koncentrálok? Pedig amikor ezeket kimondtam, akkor koncentráltam a leginkább a devizahitelesek sorsára. De hogy is mondjam, a nép ezt nem tudta megérteni. Hiába mondtam ki, hogy a devizahitelek bírósági perelése zsákutcába futott. Ez nem volt zene a nép fülének. A nép nem ezt akarta hallani. Pedig az igazságot mondtam ki, de az igazság nem volt hízelgő. Azóta bebizonyosodott, hogy igazam volt.
A bírósági út a széles tömegek számára sajnos nem jelent megoldást. Így kerültek ezrek a kifosztottak közül, köztörvényes bűnöző sarlatánok hálójába, kik fűt-fát megígértek nekik, és utolsó pénzüktől is megfosztották őket. Több mint 3 éve kimondtam, hogy ez már politikai kérdéssé vált. Kígyót békát rám kiabáltak. De mit ad ismét a magyarok istene 2016-ban? Számos civil és álcivil szervezet konferenciát tartott Szegeden, ahol arra a megállapításra jutottak, hogy ez a devizahitel probléma politikai megoldást igényel, a bíróságokon ezek nem oldhatóak meg. De kérem, tetszettek volna meghallgatni. Ezt én már több éve kimondtam. Ezért szerveztük magunkat politikai tömörülésbe. És akik azt szajkózzák, hogy ne pártoskodjunk, ne vegyünk részt a választásokon, nem kevesebbet cselekszenek, mint a jelenlegi garnitúra bebetonozását biztosítják. Még az egyszerű szép magyar beszédet is félreértik sokan. Egyszer egy tüntetésen kimondtam, hogy én nem akarok a parlamentbe kerülni ezek közé, és ezt próbálják néhányan azóta is a szememre vetni, hogy megmásítottam elhatározásomat. Holott hamarabb voltam politikai párt elnöke, mint szerveztem bárminemű tüntetést. Hát tessenek a dolgokat úgy értelmezni, ahogy kell. A parlamentbe tartunk, de nem a jelenlegiek mellé, hanem helyettük. Nem mehetünk el szó nélkül, Kövér László azon kijelentése mellett sem, miszerint katasztrofális hiba volt a sorkötelezettség eltörlése. Ezután már csak az következik, hogy kimondják szemreben is nélkül, hogy katasztrofális volt az unióhoz való csatlakozás. Erre sem kell már évtizedeket várni. Katasztrofális helyzetbe juttatták a magyar gazdaságot, külföldiek megszerezték a piacokat, a politikai szereplők pedig haszonélvezői voltak a vagyonújraelosztásnak. Van itt kínálat bőven. Panasza nem lehet senkinek. Aki szeretne egy újabb bokros csomagot, úgy néz ki, lesz rá lehetősége, bár legutóbb az EP-re még az aláírás sem sikerült összegyűjtenie. Akik szeretnék tovább fizetni a forintosított hitelüket, dúr neki egy nagy X-et Orbánékra legközelebb. De ha valakinek hiányzik a hazudtunk reggel délben este, annak ott lesz az igazmondó politikus, vagy az elcukisodott radikálisok. Lehet itt kérem választani. Aki pedig valódi változást szeretne, azoknak ott a hazapártja. Nézzék meg, mi mennyien voltunk, és bokrosék mennyien vannak. Mi vagyunk többen. De még így is, a hazapártjának nincs alapszervezete több száz településen. Itt az alkalom, emberek. Van egy szilárd talapzatunk, rendkívül értékes múltunk. A 6. legerősebb párt vagyunk. Emelkedjenek ki a fotelből, és tegyenek országunkért, nemzetünkért. Találják meg életük értelmét, legyenek részesei a történelemnek. Nyúljanak a zsebükbe, és támogassák azokat, akik megérdemlik, hogy legyőzhessük azokat, akik kifosztották az országot. Civilek, nemzeti nagykoalícióra hívom önöket. A hazapártjának tiszta zászlaja alá. Köszönöm, hogy meghallgattak, de ez nem elég, sőt kevés. Még legalább 5 ismerősüknek továbbítsák ezt az üzenetet.